Önnél a szó, képviselő asszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! A kormány tavaly azzal a céllal vitte le a közmunkásoknak járó bért 47 ezer forintra, hogy a közmunkabér összege úgymond ösztönözze az érintettek piaci munkavállalását. Azaz legyen alacsonyabb a minimálbérnél, de magasabb a segélynél. Itt aztán meg is állt a kormány a közmunkások piaci munkavállalására való ösztönzésben. Az álláskeresésből a nyílt munkaerőpiacra való visszatérést elősegítő támogatásokhoz ugyanis már nem biztosított számukra hozzáférést. Mivel a közmunkások közfoglalkoztatások idejére kikerülnek az álláskeresők nyilvántartásából, automatikusan kizáródnak a foglalkoztatást ösztönző támogatásokra való jogosultak köréből. Így gyakorlatilag csapdába kerülnek. Ha ott hagyják a közmunkát, nem csak a segélytől estek el, de úgy kell nekivágniuk a munkaerőpiacnak, hogy foglalkoztatásukhoz nem vehetnek igénybe támogatást. Jelenleg tehát a közmunkaprogram paradox módon nem esélyt, hanem esélytelenséget jelent a munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából. Matolcsy György bizottsági meghallgatásán felvetettem ezt a problémát, és a miniszter úr elismerte, hogy valóban nem elég rugalmas a szabályozás. Ezután módosító javaslatot adtam be a munkahelyvédelmi akciótervhez, ami a tartós álláskereső közé sorolta volna a közfoglalkoztatottként nyilvántartottakat is. Azonban a tárca nem támogatta a javaslatomat, holott a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázisban külön nyilvántartás van a közfoglalkoztatottakról, azaz nincs adminisztratív akadálya annak, hogy külön jogosulti csoportként őket is elérjék ezek a támogatások. A miniszter úr ezzel kapcsolatos írásbeli kérdésemre adott válaszából kiderült, hogy csak olyan változtatást tart elképzelhetőnek, amely a közmunka idejének lejárta után venné csak figyelembe álláskeresési időként a közmunkában töltött időt. Mi ezzel messze menőkig nem értünk egyet. Tisztelettel kérdezem tehát, hogy milyen lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy az éppen közmunkában dolgozókat is elérjék ezek a támogatások. Köszönöm, képviselő asszony, tisztelt országgyűlés, válaszadásra megadom a szót Csíf-Alvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Mindenek előtt előre bocsátanám, hogy senkinek sem, így a kormánynak sem érdeke, hogy az emberek benn ragadjanak a közmunkában. Ön is említette, hogy ez egy átmeneti állapot és egy átmeneti lehetőség ahhoz, hogy előbb-utóbb, ahogy ön fogalmazott, a nyílt munkaerőpiacra is el lehessen jutni. Éppen ezért, noha álláskeresőként való nyilvántartás valóban szünetel a közfoglalkoztatás idejére, ez azonban nem jelent valós hátrányt a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevételénél. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás esetében az álláskereső állapot időtartamának kiszámításánál az álláskereső állapotnak a közfoglalkoztatásban történő részvételt közvetlenül megelőző és követő időtartamát össze kell adni. Így a jogszabályi feltételként meghatározott legalább 6 hónapig álláskeresőként történő nyilvántartás feltétele könnyebben teljesíthető. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő, ön által is jelzett kétféle támogatás pályázati úton nyújtható, ezért ebben a tekintetben nem jelenthet hátrányt a legalább 3 hónapos előzetes nyilvántartási kötelezettség előírása. Ez a 3 hónap tulajdonképpen arra biztosít elegendő időt, hogy a pályázat benyújtása előtt az álláskereső felmérés alaposan átgondolja vállalkozás indításának körülményeit. A startbónusz kártya kiváltására 2012. december 31-ig van lehetőség, így annak szabályozása már nem releváns, helyébe egy sokkal célzottabb és sokkal szélesebb kört érintő munkahelyvédelmi akcióterv intézkedései nyújtanak majd segítséget a pályakezdő fiataloknak. A lakhatási támogatásra vonatkozó szabályozás kialakítása pedig jelenleg folyamatban van, ezért annak előfeltételei és a közfoglalkoztatás viszonyáról ma még korai véleményt mondani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés. Lasztovica Jenő, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az emberi